A gyülekezési törvény előírásait betartva tiltakozók is várták az egykori miniszterelnököt. Felirataikkal például Simon Gábor tisztázatlan pénzügyeire utaltak. Gyurcsány Ferenc viszont nem jött el. A demokratikus koalíció elnöke helyett a párt ügyvezetője Molnár Csaba érkezett. A győri politikus elmondta az okát is, hogy miért maradt távol Gyurcsány Ferenc a fórumtól. Való igaz, még egészen ma reggel olyan 9-10 óráig is úgy volt, hogy Gyurcsány Ferenc jön, mert még bíztunk abban, hogy a tegnap este rátörő influenzát le tudja győzni, de ma reggelre 39 fokos láza lett. A Moson-Magyaróvári központú választókerületben a DK visszaléptette jelöltjét, de a kampányban akármint szervezők részt vesznek. Egy fórumon mindig az a kérdés, az igazi nagy bonyolult dolog, hogy fideszes módra leegyszerűsített, egyszerű üzenetekkel próbálkozzunk, vagy megpróbáljunk foglalkozni kicsit érdemben az ország bonyolultabb dolgaival. Én ezt az utóbbit fogom választani, a demokratikus koalíció politikusai mindig ez utóbbit választják. Mi nem nézzük le a választópolgárokat, nem akarjuk megetetni őket mindenféle rizsaszöveggel. A fórumon Molnár Csaba az elmúlt 4 évről beszélt a demokratikus koalíció szemszögéből. Fogunk beszélni a gazdaságról, fogunk beszélni oktatásról és egészségügyről, teljesen bizonyosan szóba fognak majd kerülni az elmúlt időszak legfrissebb közvéleménykutatásai, el fogom mondani a Moson-Magyaróváriaknak is, hogy nincs okuk elbizonytalanodni, hiszen a demokratikus ellenzék meg fogja nyerni ezeket a választásokat. Általában az országról és általában a kampányról, és hát nyilván nem árulok zsákba macskát, fogunk beszélni Orbánról, és fogunk beszélni arról is, hogy Óvár környékét hogyan tette tönkre a Fidesz az elmúlt időszakban. A visszaléptetett jelölt Ábrahám Tivadar köszöntötte az egybegyülteket, és az április 6-ai választásokra buzdított. Ezeknek a választásoknak nem egyszerűen az a tétje, hogy a miniszterelnök neve Orbán Viktor lesz, vagy Mester Rázi Attila. Ez véleményem szerint egy történelmi választás lesz. El kell döntenünk, hogy egy nyugatias polgári demokráciát akarunk, vagy pedig egy keleti önként. Mondhatnám azt is, hogy Ausztriával akarunk élni, vagy Azerbajdzsánban. 20 évvel ezelőtt Magyarország elindult Ausztria felé, de ez a folyamat 2010-ben megszakadt, mondta Lehocki Attila, a baloldali összefogás jelöltje. Pénzlenyúlásokkal, korrupcióval, mutyikkal húsba kötötte ezt az országot. Olyan döntéseket hozott, amellyel nemhogy nyugat irányába nem fejlődünk, hanem inkább visszafejlődünk, és ő utat nyitott számunkra, hogy utat próbál nyitni számunkra kelet felé, különböző szerződésekkel, Pakssal, Paks 2-vel, Paks bővítésével. Gyurcsány Ferenc helyett tehát Molnár Csaba tartott beszédet, közben néhányan tiltakozó táblát emeltek a magasba. A DK ügyvezető elnökének előadása alatt kitessékelték a tiltakozókat a házi rendre hivatkozva.